Szabó Zoltán vagyok, esküvő tervező és ceremónia mester. Munkám során nagyon fontosnak tartom, hogyha egy pár felkér az esküvőjük megtervezésére, akkor minél szorosabb kapcsolatot tudjak velük kialakítani. Megismerjem őket, megismerjem a szokásaikat, megismerjem az egymással való kapcsolatukat. És ebből egy olyan napot, egy olyan esküvőt alakítsak ki számukra, ami valóban egy felejthetetlen, életre szóló élmény lesz. Az esküvőkön nem csupán jelen vagyok, hanem segítem a többi szolgáltató munkáját, csapatként dolgozunk együtt. Az esküvőkre való felkészülés során fontosnak tartom, hogy minél többet beszélgessek a párral, és minél részletesebben, minél jobban megismerjem őket, hogy aztán tényleg olyanná tudjam varázsolni a napukat, ami erre mindig is vágytak. Amikor egy esküvőről van szó, akkor szeretem különvenni magát az esküvőt, a szertartásokat, a vacsorát, és utána pedig a parti részt. Mindegyiknek megvan egy egyedi stílusa, egy egyedi hangulata. A templomi, illetve a polgári szertartásokat, az azok köré szerveződő körítést, beszédeket, akár egy lánykikérőt, mindegyiknek más stílusa, más egyedi hangulata van. A beszédeket, búcsúztatókat, a bevonuló zenéket mind-mind úgy alakítjuk ki, hogy tükrözzék a pár saját stílusát, a saját egyéniségét. Amikor egy esküvőn dolgozom, vagy amikor egy esküvőt tervezek, nagyon fontos számomra az, hogy a különböző események, különböző programok egyensúlyban legyenek. Az étkezéseket nem szakítom meg beszédekkel, játékokkal, különböző nagy monológokkal. Kezdjük el a vacsorát, legyünk túl rajta, hogy utána minél több idő maradjon a különböző élmények megszerzésére. A nagy nap előtt szeretem minél jobban megismerni a párt. A megismerkedésük részleteit, az első csókot, a lánykérést, az első randit, vagy adott esetben valami olyan történetet, olyan eseményt, egy olyan utazást, amire szívesen emlékeznek vissza. Ez lehet megható, lehet humoros, a szomorúságot azt ilyenkor mellőzni kell, de a lényeg az, hogy egy-egy ilyen történetből, egy-egy ilyen akár kiragadott mondatból is lehet már egy olyan dolgot, egy olyan eseményt, egy olyan beszédet, egy játékot felépíteni, ami aztán megint egy újabb élményt ad a párnak, és egy újabb élményt a vendégnek is. A célom az, hogy a vendégek, pár és a szolgáltatók is egy egységet képezzenek, és valódi élményekkel, valódi emlékekkel gazdagodjanak az emberek. A többi szolgáltató munkáját nem csak segítem, hanem valamennyire megpróbálom a koordinálást is. Ez nem azt jelenti, hogy dirigálok nekik, feladatokat adok, egyszerűen csak ismerem a forgatókönyvet, és az egy-egy esemény előtt mindig egy 5-10 perccel szólok az adott program felelősének. Elmondom a fotósnak, hogy mikor és hol kezdődik a nyitótánc, hol állnak a vendégek, hogy indul maga a program, és ebből már tudja, hogy számára hol van a legjobb hely. Számomra a legfontosabb a szervezettség. Szeretem megírni előre minél pontosabban a forgatókönyvet, akár 5 perces lebontásban. Ezt az elmúlt évek, az elmúlt esküvők és rendezvények tapasztalatára építem. Nagyjából tudom, hogy milyen létszámnál mennyi időt vesz igénybe a fotózás, milyen hosszúak az utazások, milyen hosszúak a szertartások. Nem azért, hogy aztán katonásan tartsuk magunkat hozzá, általában nem is viszek magammal egynél több ostort az ilyen rendezvényekre, de a célom az, hogy minél pontosabb legyen az a forgatókönyv, amihez aztán a nap során mindenki igazodni tud. Én magam nem vagyok játékmániás, de játék ellenes sem. A játékokkal is úgy vagyok, hogy akkor játszunk, akkor csináljunk, akkor foglalkoztassuk a vendéget, amikor annak helye van, és nem minden áron. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy szoros, személyes kapcsolatot alakítsak ki a párokkal. Minél jobban szeretném megismerni őket, az ő közös történetüket. Ebből föl tudok építeni egy olyan napot, ami aztán emlékezetes lehet számukra. Amin sírhatnak, nevethetnek, és egy életre szóló élményt nyújtson nekik.